4 év kihagyás után ismét megszervezték a Bucsin Kupa sífutóversenyt. A versenyre Csíkszeredából, Dornavátráról és Felsőbányáról is érkeztek versenyzők a házigazda gyergyószentmiklósiak mellett. Szezonzáró sífutóversenyt rendeztek a gyergyószentmiklósiak. A 13. Bucsin Kupán néhány év kihagyás után ismét megmérették magukat a gyerekek. Közel 60 versenyző vett részt a rendezvényen. 4 év kihagyás után, amivel pénzhiány, ugyanakkor a Covid is besegített, sikerült megszervezni. Nagy örömünkre, ez a 13. Bucsin Kupáról van szó, ahova környékbeli sí futással foglalkozó klubokat meghívtuk, ugyanakkor az országos szinten is meghirdettük, és örömünkre szolgált, hogy elég sokan részt vettek rajta. Hozzátette, a jövőben szeretnék bővíteni a sporteseményt, akár a síszövetséget is bevonni a szervezésbe, valamint több kategóriát létrehozni a versenyzők számára. A lezárult szezont pozitívan értékelte. A sífutás mellett biatlonban is megmérettették magukat, és megnyerték első érmüket is ebben a szakákban. A Gyergyószentmiklósi Sportiskola a legkisebbektől, mert gyerekverseny volt, de itt voltak 2015 után születettek is egészen kicsi, több mint 20 gyerekkel vett részt a versenyen. Az évszakhoz és a dátumhoz április 9-én volt ez a verseny. Én azt tudom mondani, hogy elfogadható, vagy akár nagyon jó hóviszonyok között tudtuk megrendezni ezt a versenyt. Még a hideg és a havazó előtt, kellemes időben, úgy gondolom, hogy a szezonnak egy mértó lezárása volt. Minden résztvevő díjazásban részesült, érmeket, okleveleket kaptak a gyerekek, attól függetlenül hányadikként értek célba. A díjakat sífutó és sílövő olimpikonok adták át.